A Városi Nyugdíjas Klub is megrendezte karácsonyi ünnepségét. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Ünnepi műsorral, a Hittanosok betlehemes előadásával köszöntötték a Nyugdíjas Klub tagjait Kisteleken. Majd Harmat József mutatta be a kisteleki betlehemeseket. Szép napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Kisteleki Nyugdíjas Klubot, polgármesterüket, képviselőket és minden kedves vendéget, akik megjelent. Advent van még, Jézus születésére készül a világ. Mi az egész iskolában lévő gyerekekkel minden évben Jézus születését betlehemes játékkal ünnepeljük. Ebben az évben is hetedszerre benevezve a nemzetközi versenyben egy új betlehemes műsor született az idén. 30 év alatt még soha nem adtam elő ugyanazt. És az az érdekes, hogy ebben már nekem nagyon jó partnereim, a nagyobb középiskolás, akik segítenek megírni a szöveget, úgyhogy fogadják szeretettel. Szalai Józsefné, a klub vezetője, karácsonyi köszöntője következett. Szeretettel köszöntöm a város részéről Nagy Sándor polgármester urat, Tomovics János alpolgármester urat, dr. Nagy Rösztem jegyző urat, Szombathelyi Árpád és Sejben József képviselő urat, Tóth Szabolcs képviselő urat, a távolétében köszöntöm Antal Imre atyát is, aki azt ígérte, hogy megérkezik vissza a püspökségre kellett mennie, akkor itt törni velünk a délután. Így eltávozott már Szalai Gabriel a hivatalba, járási hivatalvezető, akit itt is köszöntök. Köszöntöm életet az életnek Nyugdíjas Klub Csongrád megyei egyesület elnökét, Szalai Antal urat és tárgyatot. Köszöntöm a Napsugár otthonból Majsai Beatrix és Törökné Nagy Mihály kivéteket. Köszöntöm a Dél-Magyarország sajtó képviselőjét, Imre Péter Gézát. Felém még nem volt. Köszöntöm Sándor Attilát, Kistelek járásportál létrehozóját, aki mindig olyan készíti a fotókat. Köszöntöm a Kistelek TV képviselőit, és szeretettel köszöntöm a kisteleki klubtagokat, akik nagy izgalommal készültek, hogy jól sikerüljön ez a mai napi rendezvényük. És nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Napsugárokból néniainek azokat az angyalkákat, amit mindenki az asztalán talál, fogadják mindannyian szeretettel, és
majd, hát nem is tudom, remény Duzsonna, csak után ne keljenek fel a székről, maradjon mindenki a helyén, azt a zöld terítőt majd leleplezzük. Jó? A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. Karácsony mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban várjuk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz, az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos. Azonban ezen az ünnepen mégis a szeretetem van a fő hangsúly. Azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosolyjal, egy érintéssel, sőt, te attól be tudunk adni, kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig az nem más, mint az igaz szeretet. Az igazi ünnephez és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást. Mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak hideg ajándékozásból, vacsorából és egymás untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs, és ez nem más, mint a szeretet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Majd Nagy Sándor, Kisterek polgármestere mondta el ünnepi gondolatait. Úgy tűnik, lassan tényleg karácsony lesz, és úgy tűnik, hogy a karácsonynak a megélése, ünneplése különböző helyszínekkel, mondhatni azt, hogy különböző családokban élhető, élhetjük meg. Az önök családja is egy nagy család. Ennek a családnak ma van a karácsony. Azt gondolom, Marika elárulta az igazit. Izgatottan készültek. Kell lenni több. Úgy várni valakit, valakiket, hogy úgy készülök, hogy talán a legjobbat szeretném adni. És hogy ezt minek hívják? Szeretetnek, kedvességnek, vendéglátásnak? Vagy egyszerűen az együttlét örömének? Föltehetjük a kérdést. És jó magam is, amikor részesen voltam itt a tér kialakításának a kollégáinkkal, leginkább a Betlehemes háznak, azt volt jó megjelnem, hogy készültünk valamit. Készültünk arra, hogyha erre jön valaki, vagy advent idején, advent vasárnapjain, mikor egy tea vagy forralkor mellett találkozunk, elsétálva a Betlehem mellett, vagy egyszerűen csak itt lenni, érintsen meg bennünket valami. Ez a város a mi otthonunk. Bocsássanak meg, kedves vendégeim, mi itt vagyunk itthon, mi ide szeretünk eljönni, mert itt majdnem, hogy mindenkit ismerünk, és majdnem, hogy mindenkivel jól is esik találkozni. Annyiszor föltettem már magamnak a kérdést, hogy miért másabb a karácsony? Minden innentől másabb. Én nem tartom magam gyenge fiúnak, de karácsonykor mindig jó néhány könycsepp kigurul a szememből. Szerencsés ember vagyok, 6 gyerekem lehet, 3 unokám már, és nincs annál szebb, mint karácsonykor, nem az ajándék, az ölelés. Együtt lenni és megölelni. Azt gondolom, hogy igaz az a mondás, hogy tőlünk függ csupán, hogy milyen az ünnep. Mi magunk tudunk azért tenni, hogy milyen a mi karácsony. És nem azon múlik, mekkora fa,
kapjuk a lókiasütőből, hanem arról szerintem, hogy valóban fontos-e nekem az, hogy akiket szeretek, azokra gondoljak, azokkal együtt lássak. És persze sokszor az a fontos egy-egy estét, hogy ugye nem ült ki a leves, hogy jó lett-e a bejgény, vagy elég meleg van-e, és pedig semmi más nem kell. Találkozni, átölelni, vagy nagy Isten sokszor biztos önök is sokan megérték, telefonálni. Úgyhogy, kedves kistelekiek, kedves vendégek, én jó magam is, nem tudok más kívánni. Éljük meg áldott ünnepét a karácsony most is, és hadd köszönjem meg Harmat Józsi tanárunknak, a gyerekeknek, hogy olyasmiben lehetett most is, meg majd lehet részünk, amit a legdurvább szív sem tud elkerülni. Megérint bennünket, és lehet, hogy még majdnem van két hét, de mégis nekem úgy egy kicsit kipirultak az arcom. Valami olyan dolog érintett meg, ami jó érzés. Hadd legyek büszke, hadd adjak hálát a Jóistennek, hogy ilyen tanárunk és ilyen gyerekeink vannak, ilyen fölkészítők, és annak is hadd adjak hangot, hogy kedves Marika, az, amit a nyugdíjas klub jelent, az a család, ahogy ti vagytok, az, ahogy készülődtetek, és az, ahogy vártatok bennünket, talán vendégeket, az egy szép példa. Adjon el Isten, hogy maradjatok sokáig. Állat. Majd az ünnepi versek után egy különleges párbeszéd következett. Az ünnepi műsort a klub énekkara zárta, akik karácsonyi dalcsokrokat adták elő Fránya Judit vezetésével. Megtartotta karácsonyi ünnepségét a Nagycsaládosok Egyesülete. A rendezvényen stábunk is részt vett. Megtartotta karácsonyi ünnepségét a Nagycsaládosok Egyesülete. Kónya Mihályné, Fekete Katalin, az Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Nagycsaládos Egyesület nevében Nagy Sándor polgármester urat, Domonics János alpolgármester urat, Susán Hati Benzsi, a mindenki Benzsiért, Szalainé Maritát, aki mindig könyvben látunk, Harmat József tanár urat és a Harmonia Egyesület tagját. Az összes meghívott vendégeinket és egyesületünk minden tagját ezen a 27. karácsonyi ünnepségen. December beköszöntével minden megváltozik. Rövidülnek a nappalok, lehullanak a levelek, jó esetben minden hófehérré válik. Ezzel együtt mindannyian megkezdünk valamiféle visszaszámlálást, amely egyre közelebb hozza a karácsony. Mi felnőttek azt hiszem szívesen emlékezünk vissza arra, hogy gyerekfejjel mennyi izgalommal teli volt a várakozás, hogy vajon mi vár ránk a fa alatt. Aztán este összegyűltünk, csillagszóró szikrázó, fennhangon énekeltük a mennyből az angyal, mert apró kezeink boldogan bontogatták a dobozokat, és örültünk minden benne rejlő játéknak, édességnek. Akkor és ott már éreztük, sejtettük, hogy ez az ünnep a szeretetről szól. Aztán valami megváltozott, és azóta is töprengett, de még nem jöttem rá, mikor volt az a pillanat, amikor abból a gyönyörű ünnepből szokás, sőt megszokás, az izgalommal teli ajándékozásból sajnos ajándékvásárlási kötelezettségbe. Titokban arra gyanakodtam, hogy áll csak felnőttünk. De ez nem lehet, hiszen régen is voltak boldog felnőttek. Most azt látom, hogy a karácsony csak egy hatalmas zűrzavar lett, évvégi zárások, nagy bevásárlás, őrületes takarítás, és sorolhatnám, hogy hogyan torlódnak egymással a felnőtt és az elvégzendő feladatok. Reménykedve mégis azt érzem, hogy a lassan hozzánk közelítő karácsony csodája egyre nagyobb fénnyel világít ebbe a szomorú sötétségbe. És bízom abban,
hogy most is ugyanolyan gyermeki lelkülettel várjuk, hogy megérkezzen az ő maga csendességére. Mi tehát a karácsony pippa? Talán megmutassa a szeretet útját, hogy tudjuk, hogy lássuk meg, hogy a szeretet nem forradalmakkal, nem rendeletekkel, nem többségi szavazatokkal jön el, hanem azzal az egyszerűséggel, hogy rájövünk, hogy szükségünk van egymásra. Persze az életgondjait nem spórolhatjuk meg, de életértelmet, örömöt adhatunk. Egymás hiányosságait kiegészíthetjük. Tudom, hogy elcsépelt szavaknak tűnhet, de bátorítok mindenkit, hogy csak próbáljuk meg. Menni fog. És ez az érte kapott szeretet és békesség tegye szépé ezt a legszentebb ünnepünket. Ezekkel a gondolatokkal kívánok magam és vezetőtársaim nevében áldott békés ünnepeket, és ebből a lelkületből vigyünk haza majd az igazi családi karácsonyunkra. Majd Nagy Sándor polgármester mondta el ünnepi gondolatait. A múlt héten, bocsánat, még ezen a héten volt a nyugdíjas klubba, volt a mozgáskorlátozottaknál, és többek között most itt a nagycsaládosoknál, ami merőben más, hogy itt sok gyerek, sok kis gyerek van, mert ti azért vagytok nagycsaládosok, mi azért vagyunk nagycsaládosok, mert hál' Istennek vannak gyerekeink. És amikor valóban föltesszük a kérdést, hogy mire is készülünk, mit is várunk, akkor elsősorban az ember maga tudja megfogalmazni a maga igényét, és így, hogy én is hadgyerekes apuka lehetek, nyilvánvalóan az ember azt a pillanatot várja, mikor a gyerekét a karácsonyfa mellett, akiket legjobban szeretünk, átölelhesse. Nem az ajándékoztást várom, persze készülünk azzal is, mindenki a maga lehetősége szerint, de valóban az igazi érték az az ölelés és az a könycsepp. Akármilyen izmos fiúnak is látszottam valaha, az a könycsepp azért karácsonykor mindig előjön, és lehet születésnapja az embernek, lehet névnapja, vagy bármilyen. Azt gondolom, azzal mindannyian egyetértünk, hogy a karácsony valamitől más. És én olyan jó, hogy van egy érzés, és szoktam mondani, ez egy óriási esélytelen, hogy karácsonykor valóban minden bunkat, bajunkat, vagy nelkisten valami haragunkat, azt mind olyankor ki lehet söpörni, és idézze elbe tiszta lappal várni azt az estét, amire készülünk. És az is igaz, hogy az ünnep az olyan lesz, amilyennél majd mi tesszük. És ha valóban csak arra figyelünk, hogy elfort-e a leves, vagy kihűlt-e az étel, vagy vette-e minden, akkor lehet, hogy pont a lényegre figyelni. Arra az őszinte ölésre. Arra az őszinte pillanatra. És én jó magam már itt azért készülődik a város a fején óta. És tök érdekes volt, hogy tegnap volt itt az M1 részéről egy forgatás, és meglátták a Betlehemet, ami el van húzódva oldalra itt a téren. Én jó magam részt vettem ennek az építésében, ha már építész vagyok, és csináltak róla képet, elküldték a híradónak, és visszakapták Pestről, hogy csinálnának-e valamelyik advent vasárnapját, ez mondjuk holnap van lehetőség, még további vágóképeket, mert a kis teleti Betlen, jaj, de szép. Szerintem szép. De miért van erre szükség? Miért csinálták a kollégáim, meg csináltuk? Mert azt látom, hogy ha ott elmegy valaki, legyen az kisgyerek, legyen az mi felnőttek, vagy éppen nem kisterekiek, akkor szerintem ha akarjuk, ha nem, valami miatt megér. Egy pillanat, egy kicsit arra nézek. És nem kell, hogy vallásosak legyenek mindannyian az emberek. De az a fajta kötődés, amit a Betlehem jelent, és az a mítosz számokra, biztos vagyok benne, hogy megéri. És egyre ilyen több pont megéri. És utána, amikor egyébként különböző családjainkban, legyen ez a ti családotok, ami a nagycsaládosok családja, legyen ez a mi családunk, a város, mint család, és utána meg az otthon.
És biztos többen vagytok így, vannak így, hogy nem biztos, hogy mindenkivel tudunk szerdestén találkozni. Lehet, hogy a szerdestén csak egy telefon, majd másnap kerülünk sorba. Meg biztos vagyok benne, hogy itt vagyunk, hogy karácsonykor én például mindig ki szoktam menni édesanyámhoz, vagy édesapámhoz a temetőbe, az is más. Az is más, mikor az elveszett hozzátartozóim és azok, akik viszont ott lehetnek körülöttünk. Én nem tudok mást kívánni. Csak legyen mindannyiunknak az a fajta érzése meg, amit keresünk. És találjuk is meg. És egyben hadd köszönjem meg Piroskának, Katinak és a vezetőségnek, hogy ti vagytok ezért csapatért, mert higgyük el, ha nincsenek kolomposok, nincsenek olyanok, akik készülnek, látom, ajándékkal készülnek, és foglalkozunk azzal, hogy ennek a családnak is egyébként legyen egyfajta ünnepe, kevés a köszönet, de én a város nevében megköszönöm. Úgyhogy, kedves nagycsaládosok, legyen nektek, önöknek, mindenkinek áldott karácsonyja, és ha megengedik, ahova így megjelenhettem az elmúlt napokban, én mindenhova hoztam alpolgármester úrral egy nagyobb pici ajándékot. Akik már találkoztak vele akár a előző rendezvényen, hoztam csak egy szaloncukrot, meg egy nagyobb pici ajándékot. Úgyhogy amikor majd Piroskáék nekem megengedik, hogy ezt átadhassam, én szeretném ezt mindenkinek átadni, mert én hiszek. Hiszek abban, hogy az angyalkának és én két évvel ezelőtt megéltem azt, hogy van-e gondoskodás fölöttünk. Lehet, hogy vallásosan neveltek, de az ember ebben bizonytalanik, hogy hogy is van ez, hogy mit is van. És amikor állítólag elég vékony volt a mesdje, amit jártam, elég durván megéltem, akkor egyértelművé vált az ember, hogy amikor ott nagy baj van, akkor még jobban kapaszkodik mindenbe, hogy igenis, van gondoskodás felettünk. Van gondoskodó, hogy ezt jó Istennek nevezi valaki, vagy másnak, nem is az a fontos. Hiszünk valamiben, és ez a pici angyalka minden másban állatok, legyen ez is egy nagyon pici gondoskodás jelképe. Boldog karácsony mindenki. Ezután a Harmónia Egyesület és a Nagycsaládosok műsora következett. Hárokba hajtott, majd az oldalára borult egy autó december 17-én az Ópusztaszer és Bak közötti úton. A kisteleki katasztrófa védelmi a tűzoltói kiemelték az autó két utasát, majd átadták őket a mentők munkatársainak. Tűz volt egy tömörkényi ház udvarán december 19-én délután. A tűzet a kisteleki és a csongrádi hivatásos tűzoltók oltották el. A tűzesetben személyi sérülés nem történt.